Tavaly augusztus 1-től hivatalosan is Román István a kormány megbízott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, most ismét ő kapott megbízatást 2018. július 1-i hatállyal. Vendégem a stúdióban, a kormány megbízott, köszöntöm. Jó estét kívánok! És hát már is jó munkát kívánunk a következő etapra önnek, de tekintsünk vissza az elmúlt egy esztendőre. Mekkora változást jelentett az ön életében, amikor ezt a megbízatást megkapta, ezt a kinevezést? Nagyon komoly változást jelentett nyilvánvalóan. Egy olyan komoly és felelősségteljes feladatra kaptam felkérést, ami az embernek az életét azért mindenféleképpen átalakítja. A rendszert magát azt valamennyire már ismertem, a természetesen is azokat is, akik dolgoztak, illetve dolgoznak a kormányhivatalban, úgyhogy nem volt teljesen újdonság az itt zajló munka, az itt lévő feladatok, a kollégák egy jó részét is ismertem, azonban egy nagyon komoly kihívás egy ilyen nagy megyében, egy ilyen stratégiai elhelyezkedésű megyében ezt a feladatot ellátni. Én legjobb igyekezetemmel azon voltam az elmúlt hónapokkal, hogy ezt becsülettel teljesíteni tudjam. Azt tudtuk, hogy egy évre szól a tavalyi kinevezés? Mivel a kormány megbízottak megbízatása csak úgy, mint a minisztereké és az államtitkároké a kormány megbízásáig tart, ezért ilyenkor automatikusan megszűnik a választásokat követően, és miniszterelnök úr kezében ott van a lehetőség, hogy újra minden megyében kinevezze a kormány megbízottakat. Azt gondolom egyébként, hogy alapjában véve a munkával miniszterelnök úr elégedett volt, mivel sok változás nem történt a kormányhivatali szférában, illetve azon az eskütételi ünnepségen, amelyen részt vettünk, el is mondta, hogy a középfokú közigazgatás szintjével, annak a teljesítményével alapjában véve elégedett, bár vannak tennivalók. Mi mondható el, országosan maradtak-e a többiek is? Nagyon kevés változás volt, ami még egyszer mondom, arra vezethető. Én azt gondolom alapjában véve vissza, hogy azok a hivatalok, amelyeknek a vezetésére felkérést kaptunk, azok sok olyan szolgáltatást, újdonságot hoztak be a közszférába, amelyek korábban nem voltak meg. Az tény, hogy tennivaló is van még bőven, ezeket a szakrendszereket, ezeket a feladatokat még jobban össze lehet hangolni, amire újabb idő áll rendelkezésre, szükséges folytatni a bürokrácia csökkentést, és lehet még hatékonyabban végezni a munkát, de alapjában véve, amivel a területi közigazgatás átszervezése elindult, azon az úton fogunk a következő években is előre haladni. Amikor az elmúlt néhány hónapban valamikor beszélgettünk, akkor éppen annak kapcsán beszélgettünk, hogy 5 évnyi tapasztalat gyűjt össze az új közigazgatási rendszer felállítása óta, egészen konkrétan a járások kialakítására gondolok itt. Az elmúlt egy évet, ha tekintjük, mik azok a legfontosabb dolgok, amelyekre ön már, mint kormány megbízott, tudott odafigyelni és tudta a mi megyénkben levezényelni? Nyilván ezek a lakosságbarát változások. A megyében sikerült új kormányablakot nyitnunk, valamint az elmúlt néhány hónapban több kormányablakban megjelent a NAV is, a Nemzeti Adóhivatal ügyfélszolgálattal. Ez egy új próbálkozás volt itt, amiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelen tudott járni, ugyanis 6 járás hivatalban is nyitottunk ilyen ügyfélszolgálatot, ami azt gondolom, hogy megint csak azt a célt szolgálja, hogy az állampolgárok sokkal hatékonyabban tudják ellátni a munkájukat, és a napokban fogunk tudni átadni egy úgynevezett mobil kormányablakot is, ami lehetőséget biztosít a számunkra, hogy a megye olyan pontjaira is el tudjunk jutni, olyan rendezvényekre, olyan nagyobb intézményekhez, öreg otthonokhoz például, ahol segítségre tudunk lenni az állampolgároknak, még közelebb tudjuk vinni ennek a kis busznak a segítségével ezeket a szolgáltatásokat. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben az elmúlt néhány hónapban az a fajta szolgáltatás, amit a kormányablakokon keresztül képesek vagyunk nyújtani, az elérhetőség, az nagyon nagy mértékben javult, és azok a beruházások is, amelyeket végrehajtottunk, amelyek folyamatban vannak, azok pedig infrastruktúrálisan javítják a feltételeket. Én azt látom egyébként alapjában véve, hogy volt ezen túl is néhány olyan terület, amiben sikerült előre haladnunk. A legfontosabb feladataink közé tartozik a foglalkoztatási osztályokon keresztül a foglalkoztatás ügyében való közreműködés, és ez ügyben is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon komoly előrelépések történtek. Még messze vagyunk itt is az optimálistól,
jól. Viszont azt most már elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatás tekintetében nem vagyunk sereghajtók az országban. Van néhány olyan megye, amelyet megelőzünk. Míg 8 évvel ezelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 185 ezer ember dolgozott, ma már 245 ezerre tehető a számuk, és én azt gondolom, hogy ehhez a kormányhivatal is nagy mértékben hozzájárult azokon a programokon keresztül, amelyeket lebonyolítunk. Vajon tartható-e ez az állapot, vagy akár még javítható? A foglalkoztatás területén mi azt látjuk, hogy egyre inkább megjelent a megyében a munkaerőhiány. Tehát az elkövetkezendő időszaknak az egyik nagyon fontos kihívása az az lesz, hogy a közfoglalkoztatásból azokat az embereket, akik alkalmasak és képesek arra, hogy a versenyszférában is megállják a helyüket, azoknak az embereknek megtalálni a helyét. Azt gondolom, hogy számukra is egy kiszámíthatóbb jövőt és magasabb keresetet jelenthet a versenyszférában való elhelyezkedés. Azt is látjuk, hogy korlátos most már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azoknak a száma, akik esetében jó esélyekkel és tudunk abban együttműködni, hogy megtalálják a megfelelő munkahelyet a maguk számára, de a másik oldalról pedig óriási a kereslet a munkaerő igény iránt. Vannak a megyének területe, ahol ez kevésbé jellemző, viszont vannak olyan térségek, ahol munkaerőhiány lépett már föl. Minden megye helyzete bizonyos szempontból speciális, ha tekintjük az országot. Önöknek, tehát gondolom, hogy a saját megyéjük érdekében mindig lobbizni kell, figyelni kell, vinni kell az információkat, a különböző mérési adatokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye milyen képet tud mutatni? Én azt gondolom, hogy a kormányzati figyelem az igen magas Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irányába, nem csak azért, mert nagy megye vagyunk, hanem a stratégiai elhelyezkedésünk miatt is. Én azt gondolom, hogy így van. Én legalábbis személy szerint is azt tapasztaltam, hogyha olyan ügyekkel, projektekkel, ötletekkel fordultunk a kormányzathoz a megyéből, akár a gazdasági szférából, akár az önkormányzatok, civil szervezetek részéről, amelyek jók és elfogadhatóak, akkor arra sikerült támogatást kapnunk. Hogy egy példát mondjak még csak, a kormányhivatalba kerültek, úgy integrálás a kormányhivatalokba a korábbi megyei vidékfejlesztési hivatalok. Ezen a hivatalon keresztül gondozzuk a vidékfejlesztési program pályázatait, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből nyújtották be az országban a pályázatoknak összesen a 20%-át. Tudjuk jól, hogy egy agrármegye vagyunk, viszont rendkívül sok pályázat, ami egyébként nagy jó része nyert is, ez azt is mutatja, hogy nem csak, hogy agrármegye vagyunk, hanem azt is, hogy a megyében élő emberek, akik az agráriummal, élelmiszergazdasággal foglalkoznak, nekik vannak terveik, ötleteik, és ezek a tervek, ötletek, ezek forrást is találtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nagyon jól szerepelt az elmúlt időszakban a megye. Beszéltünk a múltról, most ugye beszélgetünk a jelen kapcsán, viszont az utolsó kérdésem a jövőre vonatkozna. Milyen újításokra, újszerű kezdeményezésekre számíthatunk esetleg a közigazgatás terén a jövőben? Én azt gondolom, hogy folytatódni fog a bürokrácia csökkentés, illetve ezeknek az ügyfelek számára fontos ügyek intézésének az egyszerűsítése, az mindig lehet találni olyan megoldásokat, olyan lehetőségeket, amelyek ezt segítik. Úgy gondolom, hogy erre sokkal több energiát kell fordítani, illetve lehetőség van a szakrendszerek integráció után arra, hogy az ebből adódó lehetőségeket még inkább kihasználhassuk. Az állampolgár, nyilván ez nekünk ad főleg munkát, az állampolgár ebből remélhetőleg annyit fog csak érezni, hogy egy-egy ügyet könnyebb elintézni, mint korábban volt, vagy kevésbé bonyolult az a papír, amit mellé kelnie kell. Én úgy gondolom, ez az egyik legfontosabb kihívás. Egy másik nagyon fontos kihívás pedig az, hogy azt az intézmény struktúrát, amit működtetünk, azt még jobb állapotba tudjuk hozni. Az intézményeinket, további energetikai fejlesztéseket tervezünk, ahol ezek szükségesek, illetve hát a kollégáinknak is a továbbképzés egy nagyon fontos feladat, mert az az egyik alapfeltétel annak, hogy jól működjön a rendszer. Ugye azok a kollégák, akikre támaszkodhatunk, azok minél jobb színvonalon tudják ellátni a munkájukat. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket, és jó munkát kívánunk a jövőre önnek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.